Ismert karácsonyi dallamok is felcsendültek az Aranykapu zenekar mini adventi koncertjén. Az együttes megkeresésünkre örömmel vált Győr Pusszangya alá, hogy boldogságot és kellemes muzsikát vigyen a Bárci Gusztáv iskola sérültséggel élő kis diákjainak. Mi nekünk is nagyon fontos az, hogy jótékonykodjunk, illetve hogy az ember adjon, szívből adjon. És voltunk már itt a Bárci iskolában, úgyhogy nagyon-nagyon vártuk, hogy újra itt lehessünk. És örülünk, hogy itt vagyunk, és megtörténik a mai kis koncert. Mivel készültetek a gyerekek számára, mit vártok, milyen élményeket ettől a koncert? Saját karácsonyi dalt hoztunk, ami tavaly született az Angyalszárnyon, illetve két ismertebb dalt, hogy tudjuk együtt énekelni a gyerekekkel, hiszen azt gondoljuk, hogy a közös élményhez, a közös maradandó élményhez mindig hozzátartozik az, hogy együtt történjenek ezek a dolgok. A gyerekek nagyon élvezték a koncertet, szinte végig együtt ünnepeltek a zenekarral, és a vastap sem maradhatott el. Nagyon örültünk ismét, tehát annyira nem volt meglepetés, ez nem az első alkalom, hogy kapunk támogatást ilyen formában, hogy egy kicsit megszínesítsék a gyerekeinknek az ünnepvárását. Mi az, amit a gyerekek tudnak ezzel érzelmileg töltetként kapni? Hát mindent, amit bármelyik más gyerek, tehát ebben nem vagyunk speciálisak. Kapnak egy jó zenét, egy vidám hangulatot, ezt nagyon értékelik. A fiatalok a muzsika öröme mellett mindenféle finomságot is kaptak. A Győrszól ZRT is Angyalszárnyai alá vette a gyerekeket, és nem érkeztek üres kézzel. Számos csokit és gyümölcsöt hoztak ajándékba. A Győrszól ZRT az mindig figyelt arra, hogy az alapvető tevékenységein túl, a győri emberek szolgálatán túl és a szakmai tevékenységen túl egyéb területeken is segítsük a városban élőket. Úgyhogy az elmúlt években is nagyon sok területen próbáltunk már valamilyen támogatást nyújtani, a véradástól kezdve az adománygyűjtésen keresztül, a különböző szervezetek, egyesületek, rendezvények támogatásán keresztül sok mindenben részt veszünk. Ennek aztán következménye, hogy örömmel csatlakoztunk a Győr Plusz Angyalok kezdeményezéséhez, és mi is örültünk annak, hogy részesei lehetünk ennek a csapatnak, ennek az angyal csapatnak, amelyik itt a városban ebben az időszakban működik. Az angyali tettek pedig mindenki szívét megtöltik szeretettel, így az adventi készülődés is meghitt és boldog nem csak az angyalok, de a megajándékozottak számára is.